A cvakunikumról szeretnék egy icipicit beszélni, nem leszek hosszú, mert az sok lenne már délutára. Mint ismeritek, valószínűleg sokan ismeritek, a cvakunikum az egy gyomorkeserű, ami több mint 40 féle fűszerből raknak össze. Hosszú történetük van, az anekdóta szerint 1790-ben alakult az első fellelhető ténykedése a cvakunikumnak, akkor még nem így hívták természetesen, doktor cvak nevezetű úriember állítólag II. József orvosa volt, ami utólag kiderült, hogy nem igaz, de ez egy anekdótának nagyon helyesen hangzik. Tehát az úgy hangzik, hogy a II. József beteg lett, és a doktor cvak valami fűszer keveréket készített neki, amitől a problémái, melyik amit megoldottak. Erre azt mondta, hogy doktor cvak, das ist ein Unikum. Ez így nagyon szépen hangzik, valószínű, hogy nem így történt, mert abban az időben a II. Józsefnek más nevű orvosa volt, aki még a halála után is ott élt. De ezért fogadjuk el, hogy ez így nagyon szép, és legyen így, de ettől függetlenül a valóság az nem annyira valószínű. Ez az úriember, aki itt a képen mögött, a Cvak József, nem ő ez a doktor Cvak Unikum. Ő az, aki igazából az 1800-as évek vége felé, 70-ben, 80-ban átvette a céget és megalapította, és gyakorlatilag 1883 óta létezik a Cvak Unikum, így, mint Unikum, mint gyomorkeserű, mint mondtam, több mint 40 féle fűszerből, és nem csak a Kárpát-medencéből, nagy része a Kárpát-medencéből, de felsorolom Marokkó, Kína, India, Sri Lanka, Indonézia, Nigéria, Afrika, Amerika, Ausztrália és Afrikából természetesen több helyről akkor. Jönnek a hozzávalók, teljesen titkos a recept, ami akkor lett igazán nagyon vicces, amikor, hát ugye most már nem szaladok előre, majd jön a receptnek a lényege, hogy miért annyira vicces a recept. Gyakorlatilag a Cvak József úr, aki 1820-ban született, és azt hiszem az 1915-ben halt meg, igen, ő alapította, illetve építette fel azt a gyár komplexumot, ami először még a Bacsizinszki úton, aztán később már a Soroksári úton van. Tehát az ő nevéhez fűződik ennek a gyárnak tényleg a stabilitásának az fölépítése, és gyakorlatilag az ő nevéhez fűződik, hogy megkapta a császári és királyi likőrszállítói címet, ami hatalmas cím volt abban az időben, és több mint 200 féle alkoholos italt gyártottak. Ezek voltak pálinkák, likőrök, borok és mindenféle más párlatok, amikkel ők kereskedtek, és nagyon-nagyon jól ment az üzlet egészen a háborúig. Az első világháborúban a Cvak Unikum már nem a gömb formájú üvegben, amit aztán majd mindjárt majd megmutatunk, hanem lapos üvegben a katonáknak szállítottak kis üvegben gyógyszerként alkoholt, hogy a mindenféle lelki és testi bajaikra ezt használhatják. Na most az Unikumnak van ugye a gömbszörp című üvege, ami azt hiszem mondja a vizes ember című ő. Ez a kép mutatja, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon unikum reklám volt abban az időben, tehát nagyon-nagyon más volt, mint az akkori reklámok. Az mindig szép volt, minden jó volt, minden 1990, és ez egy szimpatikus fiatal ember, aki éppen majdnem megfulladt, de látja a megmentő gömböt, tehát így gyakorlatilag is, ez a figyelemfelkeltés volt a történet lényege. És nagyon kevés helyről jött vissza negatív jelzés, de voltak kis szabolcsboltok, akik elutasították a reklámot, mondanak, hogy ezzel nem lehet semmit se reklámozni. Ettől függetlenül pont emiatt, mert ennyire nem szép volt a reklám, ezért baromi nagy híre lett az egésznek. És ez egy nagyon nagy dobása volt a Cvaknak, és ez a mai napig megvan ez a jelkép, és ez a fullokló, aki az utolsó mencsvár, ez egy Unikum barátja. Az, ami feltűnt rajta, hogy ezen a régi címere van az Unikumnak, a fehér alapon piros kereszt. Most a fehér alapon piros kereszttel voltak problémák, ugyanis a vörös kereszt kért tőlük minden évben apanást azért, hogy használhassák a piros keresztet.
egy ideig ezt fizették, aztán így előbb rájöttek, hogy nem akarják fizetni, és akkor átváltottak arra, ami a mostani unikum, ezek még a császár és királyi udvari szállító, ugye még mindig a piros keresztel, de a rengeteg változata a bármiféle cakkék által gyártott alkoholjának, aminek a csúcsán természetesen a unikum állt, tehát a gömbszög. És akkor most jön az eredeti, amit már változtattak, annyit változtattak előtte összesen, hogy piros, fehér háttérben piros áttértettek, és a piros kereszt felett aranyszínű keresztet tettek, és így kiléptek abból a kerékből, amiből mindig fizetni és vitatkozni kelljen a vörös keresztel, és ezt megúszták, és azóta ez a unikum címe. Na most a gyárnak a története az első-második világháború, ugye a második világháború után nagyon-nagyon csúnyán végződött, de szétbombázták az épületeket, alig maradt meg valami, és államosították, mint minden más céget, államosították az unikumot is. Ami azzal járt, hogy két ember volt a családban, akiket úgy hívtak, hogy Czak János és Czak Béla. Czak János elmenekült az országból, és elvitte magával az unikum eredeti receptjét, ami 1869 óta ugyanaz. A testvére, aki Magyarországon maradt, és gondolta, hogy meg tudja esetleg menteni a gyárat, és maradt még a gyárban, őt alkalmazottként alkalmazták a Czak unikum RT, vagy nem tudom, minek hívták a szociális időkbe, és őtől is kértek egy receptet, és egy hamis receptet adott nekik le. És ez alatt a recept alapján gyártották a Magyarország és a Kelet-Európa felé menő unikumot. A másik recept, az kikerült Olaszországba, illetve Amerikába, aztán visszakerült Olaszországba, ahol Czak János, a testvére körül a másik, aki kikerült, talált egy mecénást, akivel közösen elkezdték gyártani az eredeti unikumot. És ez megint természetesen hát vitát gerjesztett a magyar állam, illetve a Czakék között, ami egészen addig fajult, hogy Amerikában bíróság elé került a történet, ahol a Czakék megnyerték a bíróságot a magyar állam ellen. És attól kezdve, addig, amíg későbbiekben Czak Jánosnak a fia, Czak Péter, az a nem tért Magyarországra, tilos volt a Czak unikumot nyugaton, mint Czak unikumot árulni. Tehát ők árulták kelet felé a oroszoknak, nekünk, magyaroknak, lengyeleknek, bárkinek azt az unikumot, amit úgy hittünk, hogy az az, miközben az eredetét Olaszországban gyártották. Czak Péter a 80-as évek végén hazatért Magyarországra, és ő az első olyan tőkés, vagy nagyiparos, aki a saját cégét saját pénzből visszavásárolta nagyon nagy pénzekért, visszavállásra vásárolta az Unikum RT-t a magyar államtól, és természetesen hozta hozzá az eredeti receptet. Most ez volt a szerencséje, hogy a 89-es évek, 90-es évek után azért privatizáció elindult, tehát azért ott már folytak pénzek ide-oda, illetve talált külföldről is támogatókkal, akikkel föl tudta építeni azt az impériumot, ami ma a Czak Unikum RT. És a mai Czak Unikum RT természetesen már régebben is, mint mondtam, több mint 200 féle párlattal, alkohollal, likőrrel, borral, pálinkával, mindennel foglalkozott. Ezek után a 90-es években, amikor a nagy újjáépítés és fellendülés elindult, akkor kitalálták, hogy hát Czak Péter volt ugye a főnök, és a két fia és lánya átvették azt hiszem 2004-ben, 2005-ben az Unikum RT-nek a vezetését, Czak Péter, mint tiszteletbeli elnök hátra lépett, megmaradt a cégnek, mint tiszteletbeli elnök, de a gyerekek, akik utána jöttek, modernizálni akartak, megtartották az eredeti Unikum receptet, de gondolták, hogy kell valami más is. És így lettek azért a mai Czak Unikumból nem csak az eredeti, az a így kiállított, rendes régi gömbszög van, hanem van például ez a rizerva, amit kétféle hordóban erjesztenek éveken keresztül, tehát átadják, megcsinálják a rendes unikumot, utána egy másik hordóban, más és titkos, természetesen titkos recept alapján, egy másik hordóban még valamilyen ágyon párolják, vagy jáztatják, és abból lesz ez a rizerva, tehát ez egy ilyen extra, kétszer állított, vagy kétszer bordósított unikum, ez egy ilyen különleges, szuper valami belőle, illetve van egy másik, az a Unikum Silva,
ami meg aszalszilván van. Ez az egyetlen olyan pálinka, ami, nem pálinka, a likőr, mert ez ugye nem pálinka, hanem likőr, ami meg aszalszilva alapon töltfahordóban érlelik. Illetve van még a mokka, amit most egy teljesen új, az pedig arabika kávéval keverve, tehát annak az ízével, annak az ízhatásával finomítják. Ízlés kérdése, kinek mi tetszik. Nekem az eredeti a legszebb, legjobb, a legfinomabb. Én azt hiszem, de kinek, hogy. Ezentúl természetesen foglalkozik a Cvakkunik, mert továbbra is Tokajban vannak hatalmas szőlőbirtokaik, ahonnan nagyon jó szőlőket és borokat termelnek, illetve pálinkát, Kecskemét környékéről fütyülős barackot gyártanak ezek a zászlós hajók az Unikum RT-nél. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon, nagyon jól vezetett és borzasztóra szimpatikus cég, és elmondom az apró történetet, hogy miért. 2000-ben rendeztem Cvetőben, ahol fönt laktam korábban, egy, hogy hívták, ilyen millenniumi évet, vagy hetet. 2000-ben ugye Magyarország 1000 éves fennállása, és akkor millenniumi év Cvetőben. És fölhívtam az Unikum RT-t, hogy be lehet-e menni, nem vették fel a telefont, és egyszer elmentem Pestre, és bementem az épületbe, és kerestem valami marketingos, és találtam egy hölgyet, aki megkérdezi, hogy mit keresek, és mondtam, hogy szeretnék egy rendezvényt rendezni, ahol a Cvakkunikumot, mint különlegességet szeretném, és Ausztriában megkapom az Underbergertől, akivel a Cvak ugye összeboronálódott a 90-es években, de nem az Underbergertől akarom venni, én ezt akarom venni, amit így gyártanak meg a Cvakkunikumotól, és akkor mondták, hogy hát ők nekem nem tudnak eladni, de mire kell, és mondtam, hogy szeretnék egy 2-300 fős rendezvényt, ahol vacsora van 5 fős, vagy 5 fogásos ebéddel, vacsorával, és adtak hozzá 5-féle bort, megkérdezték, hogy milyen étel, megértem, hogy milyen étel, adtak hozzá 5-féle bort 200 emberre, és adtak hozzá annyi unikumot, ami 200 emberre jó, és nem kértek érte egy fillért sem. És hogy abban az időben nem lehetett a határon ezt áthozni, tehát nem jöhettem 2000-ben, ugye Magyarország még nem volt EU ország, így a nagykövetség segítségével tudtuk meg a történetet, úgyhogy a nagykövetségnek a kiskusza lement a Cvakkunikum RT-be, beparkolt, jött hat nagy minden, aki kellett, vámosok lebombálták, rátették a pecsétet, kijött az országból, én odaálltam a nagykövetség hátához, a két autó egymással, mint a... De a bármelyik ilyen amerikai horrorfilmben, vagy ilyen krimiben, autó föl, egyik zacskóból ásik, egyik autóból át, a másikból autó le, nem is ismertük egymást, és elmentünk. És így került ki hozzánk 170 üveg bor és 10 liter unikum. És egy vasat nem kértek hozzá, két embert kiküldtek, akik akkor tartottak egy rövid előadást a Cvakról, illetve reklámanyagokkal reklámoztuk őket. Tehát ezt mondom, hogy egy olyan cég, aki azon túl, hogy prosperál és halad előre és pénzt keres és jó, azon túl van bennük emberség és van bennük olyan előrelátás, ami megérdemli azt, hogy az ember szeresse őket, nem csak az italokat, hanem őket magukat is. Így hát kedves figyelmetekre van, hogy Cvakkunikumot természetesen a gyerekeknek nem, de a felnőtteknek igen. Na, hát ennyit szerettem volna mondani a Cvakkunikum RT-ről, a történetéről, remélem nem voltam túl hosszú. Köszönöm szépen a figyelmet.